Sok szülő lesz kizárva a döntésből, mikor kezdje el gyermeke az iskolát, ha életbe lép az a törvénymódosítás, amely szerint januártól minden 6 éves tankötelessé válik. A vélemények megoszlanak a témában, többen attól tartanak, hogy úgy kényszerítenének iskolapadba gyermekeket, hogy még nem elég érettek rá. Nagy a feszültség a nagy csoportos gyerekek szüleinek körében a várhatóan jövő januártól életbe lépő beiskolázási törvénymódosítás miatt. Mostanáig 6 éves kor előtt az óvodapedagógusok állapították meg egy gyerekről, hogy iskola érette, vagyis hogy a következő szeptemberben menjen-e iskolába, vagy maradjon még egy évet az óvodában. Azzal minden pedagógus és szülő egyetért, hogy a gyerekek nem egyformák és különböző ütemben fejlődnek. A legtöbb szülő bízott a pedagógusok véleményében és elfogadta a javaslatukat, de természetesen eddig is akadtak olyanok, akik máshogy látták a gyermeküket, mint a szakember. Ilyen viszonylag ritka esetben a szülők a nevelési tanácsadóhoz fordultak, ahol is független intézményként felmérték a gyereket és döntöttek az iskola érettségéről. Januártól ezen változtatna egy törvénymódosítás. 2020. január 1-e után, vagyis a mostani nagycsoportosoknál, ha a szülő vagy óvodapedagógus úgy gondolja, hogy a 6. életévét már betöltött gyerek még nem iskola érett, akkor nem lesz elég az óvoda véleménye az óviban maradáshoz, hanem egy szakértői bizottsághoz kell fordulniuk. Ráadásul egy olyan bizottsághoz, amelynek szakértőiről még senki nem tudja, hogy kicsodák, de az már most egészen biztos, hogy nem ismerik a gyereket, írja az nlc.hu. A szülők és az óvodapedagógusok is attól tartanak, hogy a bizottságnak nem lesz elég kapacitása felelősen megvizsgálni minden gyereket, és olyan 6 éveseket is kényszerítenek majd iskolába, akik még nem odavalók. Szakértők szerint a megoldás az iskola előkészítő vagy a 0. osztály lehetne, utóbbi szintén a kormány tervei között szerepel. Hozzáteszik, hogy évről évre több a részképességzavaros beszédhibás óvodás, és nem minden óvodában jut elég fejlesztő pedagógus a problémák korrigálására. Köszöntöm a stúdióban Horvátné Reményi Líviát, a Móri Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményének intézményvezető helyettesét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én is szeretettel köszöntök mindenkit! Kezdjük talán azzal, hogy egy pici rálátásunk legyen, mi a jelenlegi helyzet. Általában mennyi idős korban kerülnek be az általános iskolába a gyerekek? Inkább a 7 év a jellemző, előfordulnak természetesen 6 éves kisgyermekek is, de most ezzel a törvénnyel önbe fognak kerülni a 6 évesek is az intézmény falai közé, de természetesen ez nem meglepő dolog, és ez nem egy olyan dolog, ami nagyon váratlanul érné a pedagógusokat. Meg kell oldanunk ezt a helyzetet, azt gondolom, hogy ez egy feladat, ne lehet ezt a törvényt szeretni, nem szeretni, bírálni, nem bírálni, el kell fogadnunk, és meg kell oldanunk ezt a helyzetet. Az kétségtelen, hogy kitolódott a tanulás. Tehát van olyan gyerek, aki 20 vagy akár 21 éves, mire leérettségizik, hiszen ha 7, majdnem 8 éves, mire elkezdi, megy egy 5 év folyamos gimnáziumba, esetleg elmegy egy 1 éves cserediák programra, és már ott van, hogy 21 éves. Szóval valahol lehet, hogy ennek szeretnének korlátot szabni a döntéshozók. És hát régebben is mindig 6 éves volt az iskolakezdésnek az ideje. Az más kérdés, hogy jelentősen megváltozott az oktatásnak a minősége, a terhelés. Ezt hogyan látja? Az az igazság, hogy minden iskola más, és ez igazából az iskola vezetéstől függ, hogy hogyan áll ehhez a problémához. Nálunk az az elv, hogy egy első-második osztály alapozó jellegű, hozzánk nagyon szívesen hozzák a kicsiket is, mert hogy olyan játékos formában tanulnak, amiben a pedagógusnak lehetősége van arra, hogy 2 év alatt beérjen az a kisgyermek. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem fog olyan problémát okozni. Inkább a szülők csinálnak ebből túlságosan nagy ügyet. Én azt gondolom, mi pedagógusok meg fogjuk ezt oldani. Azért azok, akiknek már vannak nagyobb gyerekeik, és már rutinos iskolába járók szülőként, lehet, hogy azért jogos az ő aggodalmuk, hiszen látják, hogy a gyerek mennyi kihívásnak, mennyi elvárásnak van kitéve, és erre azért idő kell, amíg felkészül egy gyerek. Illetve lehet, hogy az iskolának is erre rá kell készülni, hogy kisebb gyerekek kerülnek majd be az intézménybe, másfajta hozzáállás, másfajta teljesítménykényszer vagy teljesítményelvárás az, ami felállítható.
Ezért fontos nagyon, hogy a NAD-ban is úgy készülnek, hogy az első két évfolyam alapozó jellegű legyen. Nagyon érdemes kitolni azt a 6-7-8-7 alapozó szakaszt, amikor a gyerekeknek a képességeit nagyjából, a tanuláshoz való képességeket megalapozzuk, és időt hagyunk arra, hogy talán valamennyire utolérjék egymást, de nem fontos ez, hogy most mindenkit egy szintre hozzunk. Inkább az a fontos, hogy egy kisgyereknek mindig megtaláljuk azt, hogy melyik képessége az, amire építeni lehet, miben jó, miben vannak sikerélményei, és inkább az a fontos, hogy sikerélményekhez juttassuk a gyermeket, hogy szeressen iskolába járni, hiszen ezek a képességek, meg egyáltalán az iskolához való viszony az ilyenkor alakul ki. Éppen ez az, amiben nagyon sok bírálat írja a mai oktatási rendszert, a túlzott teljesítményelvárás, illetve, hogy nem veszi figyelembe az egyéni különbségeket. Van erre lehetőség? Milyen osztálylétszámokkal dolgoznak? Mennyire van arra a pedagógusnak lehetősége, hogy differenciáltan kezelje a gyerekeket? Nagyon-nagyon fontosak ezek a dolgok. Tehát az, hogy differenciálás az egy alap dolog. Muszáj, hogy az egyéni képességeikhez megfelelő mértékben haladjanak a pedagógusok a gyermekekkel. Nagyon-nagyon fontos, hogy az együttműködést, a kis csoport oktatást meg tudják valósítani, és ezért például a mi iskolánk nagyon-nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy családias legyen, kis létszámú osztályokkal működjünk. Nálunk a maximum a 25, és afelé nem is nagyon szeretnénk menni. Most 3 első osztályt indítottunk, de mindegyikben ilyen 20 és 25 közötti létszámok vannak. Tehát ez az, ami még kezelhető, amikor még nagyon jól ráér arra a pedagógus, hogy tudjon oda menni a kisgyerekhez, megfogni a kis kezét, és vele együtt segíteni az ő kis munkáját. Nem csak a tanulási teljesítményről kell itt beszélnünk, hanem egyáltalán a stressztűrésről, a kudarctűrésről, a megküzdési nehézségekről. Ebben hogyan, vagy mi az, amit tud tenni ma egy iskola, hogy minél jobban csökkentsék azt a stresszt, ami a gyerekeket terheli? Egyrészt boldog iskola is vagyunk a tavalyi évtől kezdve. Ez egy nagyon-nagyon jó program. Egy könyvet kap a pedagógus a kezébe, 10 tanítási hónapon keresztül, minden hónapnak más tematikája van, és egyszerűen hozzászoktatja a gyerekeket, pontosan ilyen képességeket is kifejlesznál, hogy milyen kudarctűrő technikákat, vagy egyáltalán probléma megoldó technikákat ad a kisgyermeknek a kezébe, hogy hogyan oldja meg a mindennapi kis gondjait. És ettől az évtől kezdve pedig bevezettük a jóga oktatást. Én ezt nagyon-nagyon jónak tartom, már most ugye szeptembertől indult, és hát imádják a gyerekek, nagyon-nagyon élvezik. Mi most csak az első-második osztályban sikerült bevezetnünk, de én azt tervezem, hogy ha lehetőségünk nyílik rá, akkor a további folyamoknál is mindenképpen javasolni fogjuk, hogy megoldjuk valahogy ezt a problémát, hogy tudjanak a gyerekek jogázni. A Boldog Iskola program az azt is tartalmazza, hogy a pozitív dolgokra koncentrálunk, mert hogy egyébként a hagyományos oktatásban leginkább a hibakeresésre van ráállva a tanító és mindenki, tehát mindig a tökéletesre törekszünk, és ettől aztán egyre feszültebb a gyerek. De hát mi miközben, sem vagyunk miközben, tökéletesek. Miközben egy csomó képessége meg ott lenne a gyereknek, de így mindig van. Azt ajkozzuk, hogy mi az, ami rossz. Jó, amikor nagy pirossal kijavítja a pedagógus, és akkor a gyerekek elé tárja, hát az a legnagyobb baklövés a világon. Mindig azt kell erősíteni, ami már egy picit is jól megy, vagy jobban, mint az őszín. Tehát mi azért mondtam, hogy mindig egyéni képességekhez viszonyítunk, mert ugye az a gyerek magához képest mennyit fejlődik, és azt értékelni mindig. Tehát nálunk ez a pozitív megerősítés, ez azt gondolom, hogy az alap. Mi az, amire ki lehet mondani, hogy a gyerek iskola érett? Mi az, amit néz egy szakértő akkor, amikor vizsgálja az óvodást, hogy mehet iskolába? Nagyon sok mehet? Kritériuma van, és a szakemberek felállítottak egy olyan hosszú sort, aminek azt gondolom, hogy ha mindegyiknek megfelelne valaki, akkor igazán keresni kellene. De amik a legfontosabbak az, hogy érthetően beszéljen, meg tudja értetni magát, ugye legyenek a világról olyan átfogó ismeretei, tudja, hogy kik a szülei, hogy hívják, egyáltalán ilyen alap dolgoknak tudatában legyen. Nagyon-nagyon fontos egy elemi számolási készség, egy relációs szókincs alatta, mellette, felette, egy alapvető emlékezet. Tehát nagyon fontos például egy kisgyereknél, ha nem tud cipőt kötni, akkor az már jelent valamit, az sajnos olyan képességeknek a hiánya, amik ugye azt indokolnák, hogy még ne menjen iskolába. De nem mondhatjuk ezt minden kisgyerekről, hogy most te nem tudsz cipőt kötni, és akkor nem mehetsz iskolába, mert lehet, hogy az egyéb képességei meg nagyon-nagyon jók. De mondjuk egy egyszerű cipőköt,
képzést, ha nézünk, akkor annyiféle képességet jelent, a szemkész koordinációt, az emlékezetet, a megfigyelést, tehát egy csomó olyan képességnek a birtokát, ami kell a cipőkötéshez, tehát egy egyszerű dolog, vagy például biológiailag, hogyha nem ment még végig a fogváltáson, tehát nem hullott ki még egy foga sem, akkor elvileg még nem alkalmas rá, ugye, hogy iskolába menjen. Tehát egy csomó olyan dolog van, aminek meg kellene elvileg felelni, de hát előfordul természetesen, hogy nem. Mi az, amit az óvoda tehet annak érdekében, hogy a gyerek úgy menjen iskolába, hogy fel legyen vértezve azokra a kihívásokra, amik őt várják? Tehát legyen egy alapvető játékkultúrája, ez nagyon-nagyon fontos, tehát játéktevékenységbe bevonni. Mi nagyon-nagyon szeretjük, hogyha vannak a nagy csoportban foglalkozások, ugye egy jó hosszú ideig nem volt követelmény az óvodában, hogy a nagy csoportosokkal külön leüljenek és foglalkozzanak, de igenis fontos, nagyon szeretnek már olyankor a gyerekek színezni, jó nagy vastag ceruzát a kezükbe venni, zsírkrétát, olyan nagy dolgokat, ami még ugyan a finom motorikáját fejleszti, de nem kell még igazából ceruzát sem adni. Tehát az a baj, hogy kialakul már nagyon picikorban egy nagyon rossz ceruzafogás, amit mi pedagógusok borzasztó nehezen tudunk kijavítani. Ezért mi azt szoktuk mondani, hogy jó nagy vastag ceruzával, még úgy is, hogy sokat, például sok zsírkrétát a kezibe fog és úgy rajzol, az nekünk tökéletesen elég. Csak kivehető legyen mondjuk, hogy mit rajzol le. Magyarul nem kell, hogy az óvoda, az iskola kicsinyített más legyen, abszolút, hanem egészen más készségeket kell, hogy erősítsen a gyerekben. Mik ezek a készségek? Tudjon egymás, tehát tudjon a társaival együttműködni, játszani, megértse azt, tehát legyen egy alapvető beszédértése, hogy megértse azt, amit az óvónéni kér tőle, legyenek alapvető tisztálkodási szabályai, étkezési kultúrája, viselkedési kultúrák, normák, egyáltalán, hogy köszönjön, amikor bejön az iskola épületébe. Nagyon sok kisgyermek megvan olyankor ijedve, de sajnos sok szülőn is tapasztaljuk azt, hogy nem köszönnek. Tehát azért ez nagyon alap dolog. Sokkal fontosabb a szocializáció, a szociális készségek fejlesztése, illetve, hogy minél többet játszon nagyon, és mozogjon a gyerek. Így van. Büszkekedni szoktak vele a szülők, hogy nagyon-nagyon jól tud számolni a gyerek, és már 100-ig elszámol, és amikor meg le kell írni, hegyekben. Igen. De valójában nem erre van szükség. Nem. Horvátné Reményi Lívia, nagyon szépen köszönjük, hogy mindezeket elmondta. Remélem, sikerült egy picit megnyugtatni a szülőket. Remélem, én is. Köszönöm szépen.